Érkeznek az értesítők. Több mint 300 ezer adózónak küld folyószámla kivonatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Észak-Alföldi régióban. Fenntartható vízgazdálkodás. Felülvizsgálják a szakemberek az úgynevezett vízgyűjtő gazdálkodási tervet, hogy többek között a nyírség vízháztartásán is javítsanak. A fogyasztók védelmében a szezon indulásával az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek fokozottan ellenőrzik a dinnyetermesztőket és az árusokat. Több mint 300 ezer adózónak küld folyószámla kivonatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Észak-Alföldi régióban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Értesítés csak az kap, aki legalább egy adónemben több mint 1000 forinttal tartozik, vagy több mint 1000 forint túlfizetése van. Szeptember végére mindenki megkapja a tájékoztatót. Az adóhatóság tájékoztatója szerint elkezdődött a folyószámla kivonatok és a késedelmi pótlék értesítők kiküldése. Első körben a gazdálkodókhoz érkezik meg a tájékoztató, de szeptember végére már a magánszemélyekhez is eljut. A NAV az egyenleg megállapításánál a számla 2014. december 31-i állapotát veszi alapul. Alapvetően annak küldünk tájékoztatást az adófolyószámla egyenlegéről, akinek bármelyik adónemen 1000 forintot meghaladó tartozása, illetve túlfizetése van. A folyószámla kivonatok és értesítők mellett egyébként késedelmi pótlék értesítők is érkezhetnek a postában a közeljövőben. A két levél általában egy időben, egy borítékban szokott megérkezni. Késedelmi pótlék értesítőt nyilvánvalóan az az adózó kap, aki valamelyik adónemben késedelmesen teljesítette 2014-ben a befizetési kötelezettségét. Aki tájékoztató levelet kapott, akár postai vagy elektronikus úton, célszerű egyeztetni azokat saját számláival. Ha valamilyen eltérés talál, vegye fel a kapcsolatot az adóhivatallal, személyesen, telefonon vagy az ügyfélkapu segítségével interneten keresztül. A víz nemzeti vagyon, annak mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő gazdálkodást. Hangzott el az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös területi fórumán. A szakmai rendezvényen kiemelték, ennek érdekében a hazai úgynevezett vízgyűjtő gazdálkodási tervet felülvizsgálják, hogy többek között a nyírség vízháztartásán is javítsanak. Feszített vízkészlet gazdálkodási területnek is nevezik a nyírséget. A vízrendezési folyamatok már régóta tartanak a térségben. A különböző vízügyi munkálatok már a 19. század végén elkezdődtek. Akkor a korábban vízben bő nyírség területeit lecsapolták, ezáltal főként a szárazabb, aszályosabb időszakokban nehéz volt, és nehéz még most is a vízigények kielégítése. Ezért is indultak el jelentős építkezések az elmúlt évtizedekben. Létrejött 7 állandó belvíztározó, összességében több mint 13 millió köbméter kapacitásban, és megkezdtük azt is, hogy a talajvizeket bizonyos mértékben visszatartsuk a nyírségben, tehát a megvalósult csatornák belépcsőzése, fenéklépcsőknek a megépítésével vissza lehet tartani a talajvizeknek a kiáramlását ebből a térségből. A Nyírség Vízháztartása című fórumon elhangzott, hazánkban 3 problémás vízkészlet gazdálkodási terület van, a Maros-Hordalék kúpa, Duna-Tisza-közi hátság és a Nyírség. Hogyha rangsorba szeretném helyezni, akkor tulajdonképpen a Nyírség az egyik legjobb 3 kritikus hely közül, mivel itt azért viszonylag nagyobb a csapadék mennyiség, az éves csapadék összeg. Tehát itt van a legnagyobb potenciál abban, hogyha megfelelő vízkészlet gazdálkodást tudunk megvalósítani, például a vízvisszatartást tudnánk fokozni a nagyobb csapadékok követően, akkor lenne több víz az öntözési időszakra is, illetve amikor kevesebb csapadék hull a térségben. Ezért is fontos a 6 évvel ezelőtt megalkotott vízgyűjtő gazdálkodási terv felülvizsgálata, valamint a Kvassai Jenő terv elkészítése.
ez összefüggésben van a vízütőgazdálkodás tervezéssel. Alapvetően az országnak a vízkeret irányelvét fog jelenteni, azt, hogy milyen fő irányokat vegyünk az elkövetkező időszakokban, figyelembe véve a mostani aktuális kihívásokat, itt főképpen az éghajlatváltozáshoz kötődő kihívásokat, és másodszorban pedig a szélsőségeket kell alapban előtérbe helyezni, hiszen látjuk, hogy túlságosan nagy vizek folynak le, nagy csapadékokból, itt főképpen a vízkárelhajtási területét kell előtérbe helyezni. Másodszorban viszont az aszályoknál, a szélsőségeknek a másik oldala az aszályoknál viszont pontosan a vízpótlás kérdéskörét kell előtérbe helyezni. Utóbbival kapcsolatosan társadalmi konzultációt indítottak el, amely elérhető a www.vizeink.hu oldalon. A szezon indulásával az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek fokozottan ellenőrzik a dinnye termesztőket és az árusokat. Az út mellett történő árusítás önmagában nem jelent problémát, ugyanis a jelenlegi szabályozás értelmében, aki a megfelelő hatósági engedélyeket beszerzi, élhet ezzel az értékesítési formával. Őstermelő kizárólag a saját termését, míg más vállalkozás viszont eladóként vásárolt árut is értékesíthet. Azonban mindenkire vonatkozik, hogy az áru eredetét igazolnia kell, továbbá a termékeknek meg kell felelniük a forgalmazási minőségszabványokban előírtaknak. Dinnyét lékelni és darabolni csak abban az esetben lehet, ha a szükséges eszközök tisztításához és fertőtlenítéséhez, valamint a kézmosáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Az árusításhoz pedig be kell szerezni a hatósági engedélyeket, ezeket is ellenőrzik a szezonban az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek. A dinnye szezon elején a import dinnyét már ellenőriztük a hipermarketekbe, illetve zöldségboltokba, illetve olyan vállalkozóknál, akik esetenként útmentén is árulnak. Itt elsősorban ugye arra figyeltünk, hogy a származása megfelelő legyen a dinnyének, illetve a nyomon követhetősége az igazolt legyen. Általában ugye a számlákon tudjuk ezt követni, illetve a terméknek a jelölését tudjuk ellenőrizni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nagy-Cserkeszen és Vonzás körzetében minden évben nagy mennyiségben termesztenek görögdinnyét, az ízletes gyümölcsért sokan utaznak ide. A termelők itt is azt tapasztalják, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság kiemelt figyelmet fordít a dinnye ellenőrzésére. Tavaly előtt is kaptunk ellenőrzést a fogyasztóvédelemtől is, a permetezéssel kapcsolatosan, és hát igyekszünk betartani a szabályokat. Azt a származással itt általában mindenki azt árulja azt a dinnyét, amit termel. Eleinte van egy kis bevezetés, de azt is általában magyar dinnyét vesznek, hogyha árulnak, de itt azért mindenki igyekszik a faluba a saját dinnyéjét eladni. Magyarországon jelenleg közel 6000 hektáron termesztenek görögdinnyét. A fogyasztását népszerűsítő kampányoknak köszönhetően 2011 óta 20%-kal növekedett. Hosszú távú megoldást kell találni a sóstói Kródi Vigadó üzemeltetésére. Erre hívta fel a figyelmet Csabai Lászlóné, az MSZP megyei alelnöke nyíregyházi tájékoztatóján. A megyeszékhely korábbi polgármestere emlékeztetett arra, hogy a megyesi és a Gyurcsány kormánya a honvédségi ingatlanokat térítésmentesen átadta az önkormányzatoknak hasznosításra. A politikus szerint ugyanezt megtehetné a jelenlegi kormány is a Kródi Vigadóval és a szintén Sóstó központjában található egykori anyás csecsemő otthonnal, hogy a város kezelésébe kerülhessen a két jelentős ingatlan. Mi annak idején lehet, hogy nem a legjobb megoldást választottunk, de választottunk egy megoldást, és 7 évig jól működött a Kródi Vigadó. A válság az oka, hogy végül is az a vállalkozó csődbe ment, és nem tudta ezt tovább működtetni. Tehát én azt gondolom, hogy az élére kellene állni ennek a dolognak, és végigvinni. Lehet itt persze visszafele mutogatni, de nincs értelme. A Sóstó, a korábbi pályázatok és a korábbi beruházások és a jelenlegi beruházások révén úgy tűnik, hogy jól működik. Vannak helyi és vannak külföldi, vagy az ország más részéről ide érkező turisták. Nem lenne szabad sem az anyás csecsemőt, sem a Kródit ebben az állapotban hosszú távon megtartani, mert ez mind csak ront az állapotán.
Jó ütemben halad a Vásáros-Naményi körforgalom építése. A beruházás több mint 270 millió forintból valósul meg a 41-es főúton egy balesetveszélyes csomópont helyén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából. Itt jelenleg félpályás útlezárással halad a forgalom, a munkálatok várhatóan szeptemberre fejeződnek be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye további balesetveszélyes csomópontjainál is épül majd körforgalom, például Apagyon és Kölcsén. Egy 300 fő befogadására alkalmas lelátót építettek, valamint felújítják és kibővítik az öltöző épületét is a Leveleki sportpályán. A beruházásokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Rendhagyó helyszínen és körülmények között nyílt meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tára vándorkiállítás Nagykálló Harangodon. A látogatók a megye nevezetességeit és értékeit ismerhetik meg a kiállított képeken. Augusztus közepén rajtol a megyei futballszezon. Az első osztályban, a három másod és az öt harmadosztályú csoportban összesen 137 csapat vág neki a 2015-16-os bajnokságnak. Egy 300 fő befogadására alkalmas lelátót építettek, valamint felújítják és kibővítik az öltöző épületét is a Leveleki sportpályán. A Nagyközség önkormányzata és a Levelek Sportegyesület 4 éve hajt végre folyamatos fejlesztéseket a Magyar Labdarúgó Szövetségnél pályázott társasági adóból szerzett támogatásokból. A sportpálya Leveleken a jelenleg óvodaként működő egykori kastély kertjében helyezkedik el. Fejlesztése folyamatos, lelátót építettek, felújították a biztonsági korlátokat, valamint a legkisebbeknek játszóteret alakítottak ki. Levelek Nagyközség önkormányzata és a Levelek Sportegyesület közösen már 4. éve pályázik a Magyar Labdarúgó Szövetséghez társasági adóra. Ebből az elmúlt években jelentős fejlesztések, beruházások zajlottak le a településen, nagy teljesítményű eszközöket szereztünk be a pálya karbantartására és felújítására. Ezek közül nagyon fontos az önjáró öntözőberendezés, illetve azok a fűnyíró eszközök, amelyekkel az 5 hektáros területet folyamatosan karban tudjuk tartani. Az elmúlt évben és ebben az évben olyan beruházások zajlottak le a pálya környékén, amelyek a pálya biztonsági berendezéseinek a felújítását jelentették, illetve ebben az évben egy 300 fős lelátó készült el, szintén a társasági adós pályázat keretében. A felújított és megújult sportpályán a megyei másodosztályú Levelek ese mellett 7 másik csapat edzhet, köztük egy női foci csapat is. A Levelek ese az előző bajnoki idényben a megyei másodosztály középmezőnyében végzett. Jelenleg a focipályához tartozó öltözők korszerűsítése zajlik, a napokban a tetőt cserélik és átalakítják a belső tereket. Belügyminisztériumi forrást is sikerült Levelek Nagyközség önkormányzatának elnyernie. 19,5 millió forintból újul meg a Levelek sportöltözője, a Levelek ese sportöltözője, amely részben bővítés jelent, részben tető átalakítást, illetve nagyobb részben az épület teljes belső átalakítását, új öltöző részek kialakítását. A területen a tervek szerint közösségi sportközpontot alakítanak ki, amennyiben az önkormányzat sikeresen igényel támogatást. Épül egy teniszpálya, egy gyakorló focipálya, valamint egy futó és egy kosárlabdapálya is. Rendhagyó helyszínen és körülmények között nyílt meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tára vándorkiállítás Nagykálló Harangodon. A látogatók a megye nevezetességeit és értékeit ismerhetik meg a kiállított képeken. Megyei körútjának idei második állomására érte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tára vándorkiállítása. Ezen a héten Nagykállóban tekinthetik meg az érdeklődők. A fotótárlaton a 14 megyei értékből 12 látható jelenleg Harangodon az autentikus tékatábor részeként. Nagykállóból nagyon sok minden belekerülhetne, illetve valószínűleg bele is fog. Ha már itt vagyunk ebben a táborban, természetesen maga a tékatábor és ez a tékatáboros mozgalom mindenféleképpen része kell, hogy legyen a Nagykállói értéktárnak is, de személyek munkásságát tudnám még említeni, Korányi Frigyes, Ratkó József, Ámos Imre, hogy most így hármat kiemeljek a sorból.
A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket, idézte Sebő Ferenc mondatait a megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre köszöntőjében. A megyei értéktárba egyéni javaslatok alapján kerülhetnek be az értékek, tehát akár egy magánszemély is javasolhat. Ennek megvan egy nagyon minimális formai követelménye, ami a megyei önkormányzat honlapján megtalálható egy formanyomtatvány a kormányrendelet tartalmaként, és az benyújtva, illetve egy pár melléklettel kiegészítve bárki javaslatot tehet, hogyha úgy gondolja, hogy egy-egy érték a megyei értéktárba kellene, hogy kerüljön, és amint ez bekerül, utána a bizottság dönteni fog. Tehát a bizottság is úgy ül össze, hogyha érkeznek javaslatok, akkor a javaslatok alapján között javaslatok szám alapján összeül, és meghozza döntését, hogy egy-egy érték érdemes arra, hogy a megyei értéktár része legyen, avagy nem. A vendorkiállítást Nagykelló után az érdeklődők Passzabon és Pusztadoboson is megtekinthetik. Augusztus közepén rajtol a megyei futballszezon. Az első osztályban a 3 másod és az 5 harmadosztályú csoportban összesen 137 csapat vág neki a 2015-16-os bajnokságnak. Felvezetésként augusztus 1-én Nyírbátorban a legutóbbi szezon 9 csoportgyőztese méri össze tudását a bajnokok tornáján. Ami a futballban a holt szezon, az a futballszervezők számára a főszezon, ilyenkor érkeznek ugyanis a nevezések, intézik az átigazolásokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. Nincs ez másként az MLS megyei igazgatóságán sem, ahol már elkészült a megyei első osztály, a 3 másodosztályú és az 5 harmadosztályú csoport beosztása, amelyekből kiderült, hogy a tavainál 3-mal több csapat vág neki a 2015-2016-os szezonnak. Lezárultak a nevezések és a nevezési határidők, igazából a hiánypótlásokkal van még egy-két egyesület ugye elfoglalva, hiszen volt egy-két olyan dokumentum pár egyesületnél, amit még nem pótoltak a nevezéshez, de úgy néz ki, hogy ezek is rendben lesznek, és nyugodtan kijelenthetem, hogy több csapatunk lesz, mint a tavalyi szezonban. A jelenállás szerint a megyei felnőtt bajnokságban 137 egyesület fog indulni, ugye 16 megyei első osztályú, 3x16 megyei másodosztályú, és összesen 73 megyei harmadosztályú csapat, és a megyei harmadosztály területi elv alapján 5 csoportba fogjuk majd osztani. Az elmúlt években több csapat számára is gondot jelentett a megfelelő számú utánpótlás együttes indítása. Talán ezért is volt olyan egyesület, aki visszalépett a megyei másodosztályból. Érdekes volt, illetve volt olyan bajnok, ugye az 5 megye 3-as bajnokból csak 2 vállalta a megyei másodosztályt, a másik 3 pont ezért az ifjúsági csapatot nem tud kiállítani. Érdekes egyébként, hogy pont ezért az elmúlt év megyei másodosztály összes kiesője bennmaradt, hiszen ugye nem volt annyi egyesület a megye 3-ból, aki vállalta volna a magasabb osztály kihívását. Viszont a megyei első osztálynak ez most könnyebbség, hogy a tavalyi évtől eltérően az IFI és az U16-os csapat mellett nem kötelező számukra az U14-es utánpótlás egyesület indítása, csak ajánlott. A Bozsik programba kötelezően részt kell venni. Nagy öröm egyébként az igazgatóság részére, hogy ennek ellenére, hogy nem kötelező a megye egynek az U14, a 16 csapatból 14 egészen biztosan indít U14-es csapatot, és a másik kettő is gondolkodik rajta. Tehát ez jól látható, hogy a Bozsik programnak is köszönhetően folyamatosan azért versenyeztetik a gyerekeket, nem engedik szélnek őket, hiszen talán ez a legfontosabb, hogyha kilépnek egy korosztályból, akkor legyen hol futballozniuk és hol játszaniuk. A megyei bajnokságban augusztus 15-16-án kezdődik a szezon, előtte augusztus 1-én Nyírbátorban a 9 csoport legutóbbi győztese méri majd össze tudását a bajnokok tornáján. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Több mint 300 ezer adózónak küld folyószámla kivonatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Észak-Alföldi régióban. Értesítést csak az kap, aki legalább egy adónemben több mint 1000 forinttal tartozik, vagy több mint 1000 forint túlfizetése van. Szeptember végére mindenki megkapja a tájékoztatót. A víz nemzeti vagyon, annak mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő gazdálkodást, hangzott el az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közös területi fórumán. A szakmai rendezvényen kiemelték, ennek érdekében a hazai úgynevezett vízgyűjtő gazdálkodási tervet felülvizsgálják, hogy többek között a nyírség vízháztartásán is javítsanak. A szezon indulásával az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek fokozottan ellenőrzik a dinnyetermesztőket és az árusokat. Az út mellett történő árusítás önmagában nem jelent problémát, ugyanis a jelenlegi szabályozás értelmében, aki a megfelelő hatósági engedélyeket beszerzi, élhet ezzel az értékesítési formával.
A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel csütörtök este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is kánikulai melegre számíthatunk. A Kárpát-medence fölé továbbra is forró, de egyre nedvesebb légtömeg áramlik, így egyre kedvezőbbek lesznek a feltételek heves záporok, zivatarok kialakulásához. Estétől derült idő várható csapadék nélkül, a délkeleti, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 20 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős, napos idő várható, majd délutántól erőteljes gomoly felhőképződés valószínű, záporeső, zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét további részében is marad a kánikula, de egyre több helyen füllettebb lesz a levegő. Főleg a délután, illetve az esti órákban szorványosan záporok, zivatarok is kialakulnak. Vasárnap eléri a Kárpát-medencét egy hideg front, amely hevesebb záporok, zivatarok megerősödő szél kíséretében hétfőn átvonul felettünk. A jövő hét elejére megszűnik a hőség. Sok helyen vihart hozó nap volt Mária Magdolna napja. Ha ekkor szép az idő, jót tesz, ha rossz, úgy ártalmas, tartja a népi mondás.